Mehet. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a sajtó megjelent képviselőit ezen a mai sajtótájékoztatón, amelyet azért hirdettünk meg a Magyar Liberális Párttal, mert a mai napon arra kértem a Nemzetbiztonsági Bizottság elnökét, hogy haladéktalanul hívja össze a bizottságot, ugyanis az Orbán kormány és Magyarország, Európa és az egész magyar társadalom nemzetbiztonságát veszélybe sodorja a letelepedési kötvényekkel. A legfrissebb sajtóinformációink szerint Putyin közeli üzletemberek, orosz politikusok és most már orosz hírszerzők is bejuthattak Magyarországra a letelepedési kötvény programján keresztül, ami azért aggályos, mert az Orbán kormány egyrésztről menedékkérőket hatalmas kerítésekkel és szöges drótokkal próbál távol tartani attól, hogy be tudjanak lépni Schengen kapuján, ugyanakkor úgy tűnik, hogy a letelepedési kötvény programján keresztül viszont inkább a schengeni kapu áruba bocsátása zajlik, hiszen több ezer ember telepedett le Magyarországon, és ezen keresztül szerzett ugyanakkor Európai Uniós állampolgárságot is. Nem túlzás tehát azt állítani, hogy az európai együttműködést szétvenni kívánó Vlagyimir Putyin trójai faluba Orbán Viktor és kormánya, aki tökéletes terepet biztosít arra, akár az orosz titkosszolgálatnak, akár pedig a kétes hátterű üzletembereknek ahhoz, hogy állampolgárságot szerezzenek ebben az országban. Ezen pedig ráadásul a miniszterelnök is közvetlen köre busásan meg is gazdagodott, hiszen tudjuk azt, hogy a letelepedési kötvények 250 ezer euróért keltek el. Egészen hihetetlennek tartjuk azt, hogy a miniszterelnök változatlanul a nemzetbiztonság garantálásaként fogja fel például a déli határon felállított kerítést, ugyanakkor ilyen kétes hátterű program elindítása folytán viszont közel 20 ezer ember jutott ebbe az országba. Ezen a ponton én átadom a szót Selmer Ádámnak, aki foglalkozott is ezzel az Árnyékbizottság keretében, amely a letelepedési kötvények ügyét vizsgálta nemrégiben. Ugye, ahogy Anett is említette, valóban ez nagyon komoly nemzetbiztonsági kockázatokat jelent, ez a letelepedési kötvényrendszer, ami Magyarországon üzemelt. Egyébként a világon fejlett országokban nem ismeretlen a letelepedési kötvényrendszere, azonban azért nagyon aggályos az itthoni megvalósítás. Az itthoni megvalósítást ugye a parlamenti kereteken belül nyilván a kormányzati többségnek köszönhetően nem nagyon lehetett felfejteni és érdemben a végére járni. Nyilvánvalóan most is, ahogy Bőszanát említette, minden lépést megteszünk annak érdekében, hogy a parlamenti kereteken belül ismét próbáljuk felgöngyölíteni ezeket az nagyon-nagyon aggályos szálakat. Azonban, ahogy korábban is a parlamenti kereteken túlnyúlóan letelepedési kötvényekkel foglalkozó árnyékbizottságban is foglalkoztunk ezzel a kérdéssel több ellenzéki kollégával egyetemben, ezt a folyamatot szeretnénk folytatni. Elindult az új parlamenti ciklus, de a letelepedési kötvényekről semmivel sem tudunk többet, semmivel sem látjuk pontosabban, és egyetlen egy felelős sem hallottunk, láttunk azóta, aki egyébként felelősségre lett volna azért vonva, amiért tényleg kiárusították a schengeni övezetnek az egyik kiskapuját. Alapvetően a letelepedési kötvények, ahogy már hallhattuk, valóban megközelítőleg 20 ezer ember letelepedését segítették elő. A probléma talán legfőbb gyökere ott van, és talán ebből következik, hogy például az orosz titkosszolgálatok vezetőjének családja is magyar állampolgársággal Európai Uniós tartózkodási jogot szerzett, hogy az alaprendszer úgy épült föl, hogy alapvetően 5-6 ezer embernek ott adtunk saját igénylés alapján letelepedési kötvényt. Ez egészen biztosan kijelenthető, hogy még erre sem volt megfelelő hatósági kapacitás, ami ezt megfelelően át tudta volna világítani ezt az 5-6 ezer embert. Azonban az 5-6 ezer ember még családegyesítés címén hozhatta magával a családtagjait, és a családtagok esetén a nemzetbiztonsági átvilágítást felülírta a családegyesítési jog. Tehát innentől kezdve lényegében van egy körülbelül 15 ezer fős olyan réteg az Európai Unió területén jelenleg magyar hatóságok által kiállított legális tartózkodási engedéllyel, akiről egyetlen hatóság sem volt köteles bármiféle utánajárást elvégezni. Teljesen ellenőrizetlenül telepítették be ezeket az embereket Magyarországon keresztül az Európai Unióban. És amikor arról beszélünk, hogy az Európai Unió számára mennyire fontos a közös biztonságnak a szavatolása, a közös biztonság feltételeinek a megteremtése, az
Európai Uniós állampolgárok biztonságának a kérdése, akkor ennél aggályosabb rendszert nem tudunk elképzelni, mint amilyen módon a letelepedési kötvényeken keresztül szabad áramlást biztosított az orosz legfelsőbb politikai vezetéshez és nagyon aggályos gazdasági körökhöz köthető személyek tömegének a magyar kormány. Én továbbra is nagyon bízom abban, hogy végül egyszer pontosan fogjuk látni, hogy mik is történtek itt, hogy kik is voltak a valódi nyertesei ennek az üzletnek, mert az egész biztos, hogy sem a magyar állampolgárok, sem Európai Uniós állampolgárok ennek egyébként általános győztesei nem lehettek. Semmit nem látunk abból, hogy egyébként milyen gazdasági fellendülést hoztak volna ezek a kiosztott letelepedési kötvények, tehát az alapcélkitűzésből nem látunk semmit megvalósulni. Nyilván nehéz is lenne például olyan keretek között, amikor emlékszünk arra, hogy a letelepedési kötvényeknek az értékesítésére a szüneteltetés előtt nem sokkal az MKB úgy csatlakozott be, hogy még hitelt is adott az alapvető összegre. Tehát még pénz sem kellett valakinek ahhoz hozni magával, hogy magának meg kiválthassa a letelepedési engedélyt. Utána ő megkapta a MKB hitelre, és az MKB hitel után pedig hozhatta családegyesítéssel az összes sokkalmát és családtagját. Azt gondoljuk, hogy parlamenti keretekben belül is, és azon túl is minden eszköz meg kell ragadjunk annak érdekében, hogy megkíséreljük legalább valamilyen módon tisztázni ezt a nagyon-nagyon aggályos helyzetet. És ami ebben az ügyben még nagyon fontos, hogy a napokban arra is fény derült, hogy Sergej Skripal gyilkosai most már a brit titkosszolgálatok szerint teljesen egyértelműen az orosz titkosszolgálat emberei közül kerültek ki. Tehát látható az, hogy ahova az orosz titkosszolgálat hírszerzést beteszi a lábát, az egyelőre még Európai Uniós tagország, Nagy-Britanniája, vagy akár bármely más tagország, ilyen NATO társaink próbálják minden eszközzel visszaszorítani az orosz titkosszolgálatot, ugyanakkor Orbán Viktor hivatkozván a nemzetbiztonsági öntartására egyedül a déli határi kerítést tudta felhúzni, ugyanakkor keblére öleli azokat az embereket, akik ilyen tisztázatlan körülmények között, akár az orosz hírszerzés, akár bármely üzleti kör tagjaként megérkeznek ebbe az országba, és felruházza őket olyan jogosítványokkal, mint bármely Európai Uniós állampolgár. Ez az, ami több mint aggályos, és ez az, ami felveti annak a lehetőségét, hogy bizony a nemzetbiztonsági kockázat ebben az országban növekedett, de meg lehet, hogy azért is nagyon sokat tett az Orbán kormány, hogy európai szinten is csökkentsük a polgárok biztonságát. Mi ennyit szerettünk volna elmondani, és a bármilyen tájékoztatunk majd mindenkit az Árnyékbizottság további munkájáról is, hogy összeírni, és a Parlamenti Bizottság, Nemzetbiztonsági Bizottság.